No hát elvileg mi vagyunk már a képen, hogyha minden igaz, az élő növény varázsában vagyunk még éppen aktuálisan. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, minden szép, minden jó. Szép jó reggelt kívánok. Szerintem jól idéztem ezt a dalt, amit itt az előbb a Szalézés diákútól hallottunk, és hát valóban minden szép, minden jó. Hiszen abszolút, hiszen itt ülünk az új stúdióban. A legújabban tulajdonképpen, ami csak fellelhető. Nagyon szép mögöttünk a háttér, most így örülök is, hogy látom magunkat, jól nézünk is szerintem. Abszolút, én is úgy De látom. Nyilván nem ez a feladat, hogy mi nézzünk ki jól, hanem maga a stúdiókép is, majd a vendégeink, akik érkeznek, hiszen természetesen ez a mai műsor az első ilyen típusú műsor, aminek a neve is picit megváltozott, hiszen a tévés most már ugye Color TV, maga a műsor pedig a Color Life. És tudja. Szóval ez a műsor címe, hogy Color Life, hiszen élőben jelentkezünk majd, most, de aztán majd persze lesz már ismétlés, akkor az már nem így van. De hát most ez egy másik lapra tartozik. És hát mi másról is lehetne szó így az első adásban, mint az újdonságokról. Ezzel kapcsolatosan számos információt megtudhatnak, hiszen érkezik a stúdióba dr. Makai Orsolya, a Barcikart Kft. Ügyvezető igazgatója, akivel az új stúdióról, az új adásról, az új műsor szerkezetről és hát a technikai változásokról is beszélgetünk majd. Sőt, hát tulajdonképpen a média központról, ahol vagyunk, mert hogy itt ugye nem is csak a tévé található meg, de hát erről is fogunk majd természetesen beszélni. Aztán jön még Novák Péter, a Barcika Centrum Kft. Ügyvezető igazgatója, Szitka Péter polgármester, indul a Color App. Erről egy picivel régebben, és akkor még egy másik tévében, amit Kávé TV-nek hívtak meg, egy másik stúdióban már beszélgettünk is, de akkor még csak azt hiszem egy ilyen tervezési fázisban volt az a történet, vagy úgy már teszt időszak, azt hiszem, és akkor most már ez elindul élesben. Úgy tűnik, hogy elindul élesben, a teszte is ugye már novemberben megkezdődött, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. És hát ugye november vége van, nem sokára itt a december, ez az év is nagyon gyorsan elment, és itt van az advent időszaka. A Color Advent keretében pedig számos színes program várja majd az érdeklődőket, úgyhogy erről is beszélgetünk majd. Móricz Zsófia és Heidrich Zsolt érkeznek a stúdióba, a Barcikart Kft. Művelődés szervezői. Szóval ez a Color Live és egyben a Color TV első adása is, ami ráadásul élő. Az adásunk csak néhány hétre állt le, a szerkesztőségek már szeptember elejétől megkezdték a költözést. November végére pedig az új székház díszletek és a főcímek is tulajdonképpen már meglettek, összeállt minden, aminek össze kellett. November 21-én adtuk át a székházat. Nézzünk most meg erről az eseményről egy kis összefoglalót, és aztán érkezik majd a stúdióba dr. Makai Orsolya, a témát pedig majd a beszélgetésre. Folytatjuk. A térség egyik legkorszerűbb média központját adták át november 21-én Kazincbarcikán, az új helyen, új néven, megújult arculattal folytatja működését a Kazincbarcikai Városi Televízió is. A vadonatúj létesítmény a május 31-i svájci projektzáró eseményen átadott Colorlab Innovációs Központ C és D szárnyában kapott otthont. Ide költözött a korábban a Pollák Mihály úti szolgáltatóházban működő tévéstúdió és szerkesztőség. Az eseményen elsőként Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere mondott köszöntőt. A városvezető úgy fogalmazott, Kazincbarcika város önkormányzatának régi terve volt a folyamatos fejlesztések és beruházások mellett, hogy a mára a térség több mint 40 településén megjelenő televízió és hetilap szerkesztősége modern, korszerű eszközökkel legyen felszerelve, melyek segítségével szemmel látható minőségi változások jelenhetnek meg a képernyőn vagy a kézbe vett újságon és a napi szinten több ezeres látogatottságú hírportálon. A televíziózásban, az onlineban, az írott sajtó, mindenben az embereknek az elvárása, az igényei folyamatosan évről évre nőnek. És ehhez a kiszolgálónak is folyamatosan tulajdonképpen alkalmazkodnia kell. És van egy nagyon jó szupergárdánk, aki egyébként közvetíti az információt a térségből kifelé a nagyvilágnak, és ehhez most az önkormányzat tulajdonképpen teremtett egy olyan milliót, amely nem csak, mondom, mint munkahelyként, hanem tulajdonképpen mint egyfajta technikai lépésként vagy forradalomként is lehet mondani itt Kazincbarcikán. Dr. Makkai Orsolya a média központot is üzemeltető Barcika Art Kft. Ügyvezető igazgatója mérföldkőnek nevezte a fejlesztést mind a cég, mint pedig a média felületek életében. A cégvezető köszönetet mondott a beruházásokért Kazincbarcika város önkormányzatának. 2017-ben az volt a szándékunk, hogy minden kommunikációs felületünket egy picit
picit befrissítünk, vagy éppen megújítunk. Ez egy óriási előrelépés, de a történet az ugye 2012-ből indul, amikor is a Barczi Kft. Kft. Létrejött, és a kulturális és sportfeladatok mellett a kommunikációs tevékenységek is hozzánk kerültek, és ekkor került összevonásra a teljes városi kommunikációs tevékenység, vagyis az újság, ugye a televízió, és akkor még hírportál üzemeltetés nem volt, de ugye a mai napon már ez is a tevékenységeink közé tartozik. Egy komoly technikai fejlesztésen vagyunk túl, és amellett, hogy a kollégák komfortérzete nyilván ebben a gyönyörű szép létesítményben változik, amellett nagyon sok eszköz beszerzés is történt, gyönyörű szép díszletben jelentkezünk majd a műsorokkal, és ezért nagy-nagy köszönet jár Kozinc-Barcika város önkormányzatának. Az elmúlt 10 évben KVTV-ként működő televízió stúdiója közel 25 éves technikai alapokon működött egészen 2017. októberéig. Az eddig használt technikai eszközpark már jócskán elavult volt, olyan berendezéseket is tartalmazott, melyek analóg rendszerűek, és csak kompromisszumok árán illeszthetők a napjainkban használt modernebb technikai elemekhez, mely az adásbiztonságot már nem tudja garantálni. A Color TV új főcímei mellett teljesen új, a Color City brandbe illő színes, többfunkciós stúdiót alakítottak ki. Emellett látható majd egy új híradó háttér, ahol a korábbinál is korszerűbb virtuális elemekkel találkozhatnak a nézők. A harmadik helyszín pedig a zenei és művészeti produkciók előadására rendszeresített pódium, ahová a város és a térség tehetségeit is várják. A Color TV adása a jövőben a Parisat Kft. Beruházásának köszönhetően a hálózatán HD minőségben lesz élvezhető, a UPC-nél pedig a korábbi analóg helyett digitális csomagban követhetik majd a műsort a nézők, illetve a Dual Plus hálózatán is elérhető lesz a televízió. A Barczi Kft. Tervei szerint a következő időszakban további szolgáltatóknál is foghatóvá válhat majd a Color TV adása. A Color 7 heti lap továbbra is 35 000 példányban jelenik meg minden pénteken, a colorline.hu pedig napi szinten friss híreket szolgáltat a jövőben is a térség lakóinak. Igen, mind a ketten elkezdtünk volna beszélgetni, de átadom a lehetőséget. Köszönöm szépen, és köszöntjük a stúdióban dr. Makai Orsolyát, a Barczi Kft. Kft. Ügyvezető igazgatóját, mint ahogy az imént láthattuk, november 21-én a térség egyik legkorszerűbb média központját adták át. Te magad ezt mérföldkőnek nevezted. Hát abszolút, de én először, ha engedjétek meg, hogy kérdezzek tőletek, hogy milyen érzés itt lenni. Mert jó. Eddig a Pollák Mihály úton ugye volt, mikor nagyon melegben, volt, mikor nagyon hidegben vezettetek műsort. Nagyon komfortos. Hogy érzitek magatokat? Vagy mi is vezettünk régen, és igen, és egy picit úgy el is gondolkodtam, hogy lehet, hogy most egy kicsit irigykedek. Kicsit fázom, mert ott mindig olyan meleg van. Vagy kabátban fogsz lesz. Azt kell mondjam egyébként, hogy teljesen minőségi ugrás nyilván az egész történet, hogyha műsor készítőként is vagyunk, és megint a monitort nézem, és az előbb ez kiderült, hogy ez egy probléma volt, mert annyira rabul ejti az embert az, hogy amit lát akár a képen is, amit a néző is lát ilyenkor, hogy én is inkább az imént is, amikor beszéltem, elfelejtettem a kamerában nézni, és inkább a monitor képet néztem, mert annyira jól néz ki a háttér. Igen, én mikor elkezdtétek az adást, és már is válaszolok igen a kérdésre, hogy megnéztem odakint, hogy mit lát a néző, hiszen van erre is lehetőségünk, hogy minden szolgáltató adását meg tudjuk itt nézni a média központban, hogy ki hogyan kapja meg a megfelelő képeket, és melyik háztartásban hogyan látják a nézők, és csoda, jól néztek ki, azt kell, hogy mondjam. Bízom benne, hogy a kedves tévénézők is így gondolják. Igen, hát ez egy óriási változás a mi életünkben, és lehet, hogy sokszor közhelyesnek hangzik, hogy több helyen elmondom, hogy ez mérföldkő, de igen, ez egyébként ez egy nagyon komoly dolog a mi életünkben. Ugye a városi tévé több mint 26 éve működik Kazincbarcikán, és több helyszínen voltak már kialakított stúdiók, és 2012-ben, amikor létrejött a Barczi Kft. Kft. És ugye kulturális sport feladatok mellett a kommunikációs tevékenységeket is megkaptuk, hál' Istennek. Akkor még ugye a Pollák Mihály úton került berendezésre egy teljes szerkesztőség, de nem csak a városi tévéről beszélünk itt, ugye, hanem a heti lapunk és a hírportálunknak a szerkesztőségéről is. És a kollégák ugye nagyon sokáig egy pici helyen, nagyon sokan, én azt gondolom, nagyon színvonalas munkát végeztek, és néhány évvel ezelőtt elindult a tervezése ugye a Color Lab Innovációs Központnak, ahol most is vagyunk, és akkor a Kozinc-Barcika Város Önkormányzata úgy döntött,
hogy támogatja azt a kezdeményezést, hogy itt kapjon helyet egy médiaközpont, amiben már nyilván új eszközök, a 21. századnak megfelelő technikai és műszaki felszereltség, vagy egy nagyon dizájnos stúdiódíszlet, ami egyébként forgatható és pakolgatható kedvünk szerint, és majd másféle stúdiódíszlet is kialakítható ebből. És nyilván azok a kollégák, akik itt dolgoznak, az is egy fontos szempont volt, hogy azért sokkal komfortosabban tudják a munkájukat végezni, és nem utolsó szempont az sem, hogy egy innovatív és nagyon interaktív lehetőséget szeretnénk itt biztosítani a város és a térség lakóinak. Ugye a tévé, az újság, illetve a hírportál is nem csak városi, bármi városi televíziónak is neveztük ugye korábban, mert most már ugye a Color TV nevet viseli ez is, de mi nem csak Kazincbarcikán vagyunk jelen, hanem a környék több mint 40 településén, mind a heti lappal, mind pedig a televízióval, úgyhogy ez igen nagy felelősség, hogy olyat tudjunk mutatni a térségben, ami egyébként versenyezhet bármilyen más regionális televízióval. Szabadat ne felejtsd, most egy picit levegőt is fogsz tudni venni, és akkor tudunk közben egy kicsit foglalkozni, hogy valóban ezért ez egy nagyon más minőség lesz, amit innentől kezdve látni fognak szerintem. És volt egy kis bejátszó is a költözésről, vagy akár az átadásról is már, hogyha minden igaz, és ott azért lehetett látni, hogy ez nem egy helyszínes stúdió, hanem itt is azért több helyszínnel is bír. Amellett, hogy mondjuk ez is, ahogy mondtad, forgatható variálható. Igen, ugye a médiaközpont két szárnyból áll jelenleg. Az egyik szárnyban a sajtó részlegünk van, ugye a Color Hét heti lapnak a szerkesztői, illetve a hírportálnak a szerkesztői. A másik szárnyban pedig maga a TV stúdió, nyilván a kiszolgáló helyiségekkel együtt, a vezérlő, a vágószobák, hangfelmondó szoba, illetve a szerkesztő kollégáknak az irodája. És jól mondott, hogy itt a stúdióban három helyszín került egyelőre kialakításra. Az egyik helyszín, ahol ugye most vagyunk, ez egy jó kis magazinos, beszélgetős helyszín. A másik helyszínt is láthatták a nézők, hiszen ugye a gyerekek, a kórus ugye ott énekeltek, ami gyakorlatilag Kazincbarcika város egyik központi helyét, az unikornisos körforgalmat eleveníti meg. Illetve van egy harmadik helyszínünk, ahol a híradó kerül felvételre. Ez egy green box, és megfelelő technikával varázsoljuk oda a hátteret a kollégák mögé, amikor ugye híradót adunk. És egyébként, ahol most ülünk, ez a helyszín is alakít és változtatható, mert olyan paravánok vannak összeillesztve, amiket, hogyha megfordítunk, akkor egy teljesen más stúdiódíszlet alakul ki belőle, úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag szabad a pálya, és a fantázia szabhat csak határt annak, hogy milyen jellegű műsorokat és díszletek kerülnek kialakításra. Nyilvánvaló, hogy ugye a Color City brandet, amikor elkezdtük építeni, akkor alapvető volt, hogy a színekkel fogunk játszani. És ahogy alakult a dizájn, mind a fesztivál, mind a város arculatában, úgy egy-másfél évvel ezelőtt megjelentek a háromszögek, ugye mindig valamilyen geometrikus formákat használtunk, és azzal kezdtünk el játszani, és az idei fesztivál arculatában is ugye a színes háromszögeket használtuk, és arra gondoltunk, hogy mindenképpen valami nagyon menő és nagyon vagány díszletet szeretnénk, amiben azért valamilyen módon a Color City arculati elemei megjelennek, és ezért esett a választás a háromszögekre, és egyébként dekoratőr kolléganőnk képzelt el és álmodta meg a teljes díszletet, és nyilván, mivel a városlakók imádják az unikornist, ez már köztudott, és imádják egyébként a körforgalomról készült képeket, tehát például augusztus 20-án csodaszép lájkok keletkeztek a Facebookon, amikor a tűzijátékkal együtt örökítettük meg ugye az unikornist, tehát ez egy nagyon kedvelt hely, ezért esett a választás a kis pódiumunk esetében a háttérképre, hogy mindenképpen azt szeretnénk megjeleníteni. Hát igen, ha már említetted a tűzijátékot, az is egy minőségi ugrás volt szerintem, akár a város életében, erről szintén akár a Facebook oldal is tanúskodik a hozzászólások tekintetében, csak úgy, mint akkor itt a tévé. Még talán arról nem beszéltünk, vagy érintőlegesen, hogy hogyan is jöhetett létre itt, azért ez egy elég nagy beruházás volt. Ez azért kellett, hát magyarosan szól azért pénz. Így van, és nagyon-nagyon szépen köszönjük újra, és nem győzöm eleget elmondani, hogy Kazincbarcik város önkormányzatának, a képviselőtestületnek, hogy támogatta a beruházást. Maga az innovációs központ az ugye a svájci projekt részeként valósulhatott meg, de az, hogy egyébként itt médiaközpont jöhessen létre, ez az önkormányzat segítségével valósulhatott meg. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy olyan mérvű technikai fejlődésen eshettünk át, amivel már HD minőségben tudunk adni, és ez egy nagyon nagy szó.
Köszönjük a Kazincbarcikai szolgáltatónknak azt, hogy a Pariszat Kft-nek muszáj, hogy kimondjam őket, mert ők maguk is egy olyan beruházást hajtottak végre, ami egy több millió forintos fejlesztés, ami ad, hogy egyébként a Városi Televízió, a Color TV ilyen minőségben tudjon szolgáltatni, illetve a jövőben is vannak ugye terveink, nyilván eszközfejlesztés is jócskán történt, ezt is látjátok, került a fejlesztési körbe kamera, mikrofonok, tehát nyilván olyanok, amik már elavultak voltak, azokat természetesen ki kellett cserélni. Nagyon fontos elmondani azt, hogy az utóbbi időszakban ezt már ti is érzékeltétek, és a nézők is tudják, hogy nem tudtunk már élőben műsort adni a Pollák Mihály úti házból, stúdióból, úgyhogy most pedig már ugye élőben vagyunk a képernyőn délelőttönként, kedden délelőtt. Picit szokatlan is meg kell, legutóbb talán élőben a karácsonyi műsor ment tavaly. Így van, majdnem egy éve. Igen, de nagyon izgultunk végig, hogy nehogy megálljon az adás, hogy olyan technikai problémáink voltak, hogy tényleg a kollégákról az ízadságcseppek azok folyamatosan csöpegtek le. Hát és maximum izgulni már csak azon lehet, hogy ugye új a technika, új minden ilyenkor az ember, igen, bárki technikai emberek is, vagy akár itt mi is a képernyőn. Nyilván izgatottak, de nagyon ügyesek, és nagyon gratulálok nekik, és engedjétek meg, hogy a televíziónak a műszaki vezetőjét, Géci György kollégámat külön megdicsérjem így a tévéképernyő előtt is, mert hogy a műszaki fejlesztés része nyilván a külsős partnerekkel együtt az ő álma volt, és ő igyekezett a lehetőségekhez mérten, ami ugye az anyagi kereteket jelenti, a lehető legjobb technikát ide varázsolni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki is, és az összes kollégámnak, mert tényleg rengeteget dolgoztak rajta. Igen, mindig egyszerre szeretnénk beszélni. Az élő növényvarázs, és attól is el vagyunk nyilván szokra a páros műsorvezetéstől, de lehet, hogy lesz még erre alkalom, ha más nem, vagy karácsonykor például. Okay. Hogyha promózhatjuk. Hiszen promózhatjuk azt is, azt a műsor. 16-án decemberben. Na, hát már akkor azt is elárulhatjuk. Vendéget nem mondunk még? De mondhatjuk azt a műsorvezetőnket természetesen. Sőt, kettő is lesz egy füst alatt, ugye akkor mondom én a női műsorvezetőt, hogy Muri Enikő lesz majd. Így van, és Sugarloaf Szabé érkezik majd még hozzá, úgyhogy lesz zenei produkció is. A Sugarloafnak az énekes megye, ha ezt valaki esetleg. És akkor ő lesz a műsorvezető. Szabadat ne felejtsd, mutattam fényképeket, hát fényképnek hívjuk, de a telefonnal készül, de mint egy fénykép az is vagyok, ismerősöknek, akik azért fordultak már előtt tévéstúdiókban, vidékiben is, vagy országos tévéstúdiókban is, és a reakció azért mindig az volt, hogy voltak ők már pár stúdióban, mondjuk vidéki stúdióban, de azért ez igencsak más feeling és karakter. Hát azért ez egy erős dicséret szerintem. Én azt gondolom, hogy igen, mások vagyunk, de szerintem a városunk is ilyen, hiszen pontosan amikor, ahogy már erről beszéltünk többször is veletek, hogy amikor a Color City brandnek az építése elindult, akkor az pontosan amiatt történt, mert kicsit azért ilyen szürkébbnek gondolták ezt a térséget, vagy Kazincbarcikát, és már azért azok a válaszok érkeznek, amikor bárki ide látogat a városba, hogy egyrészt már hallotta a Color City-ről, akár a falfestésekről, akár a fesztiválról, bármiről, ami itt történik, és hogy mindenki azt mondja, hogy ez tényleg egy olyan élmény, amikor a városba bejön, amire nem számít. És szerintem ez fontos, hogy amit csinálunk közösen, akár más területen is, nem csak a brand építésében, ezek megjelenjenek, és egy kicsit ilyen wow feeling legyen, amikor valaki belép, és jó érzés volt egyébként a megnyitón is, hogy a kollégák, akik a szakmában, egyrészt, hogy megmondta megnyitót, az is jó érzés volt, de igen, tehát, hogy akik bejöttek első alkalommal a stúdióba, akár például Ildikó, és ugye, hogy tényleg úgy jött be, hogy atya világ, hogy milyen szép és milyen jó, és azért ezek annyira nem horror összegek, csak egy jó ötlet kell hozzá, tehetséges emberek, akik meg tudják valósítani, és szerintem állandókat lehet igen létrehozni, meg nyilván sok munka. Ugyanez igaz egyébként a főcímparkra, hiszen a nézők ugye láthatják, hogy teljesen új főcímekkel, nyilván ha egy névváltás történik, akkor adott, hogy jelentkezzünk, úgyhogy csodaszép, szerintem csodaszép főcímeink vannak, nagyon trendiek, nagyon divatos. És ha majd jönnek az új műsorok, akkor megbízom benne, hogy azok is tartalomban is tudnak majd új dolgokat mutatni. Bizakodjunk, illetve én azt gondolom, hogy lassan már eljön az az időszak, amikor érdemes, vagy akár lehet is vidéki tévé stúdióknak, vagy tévé csatornáknak picit konkurálni, akár nagyországos csatornákkal. Nem a legnagyobbakra gondolok, hiszen azért rengeteg magyar nyelvű csatorna van, már vannak már kisebbek. Azokkal szerintem már nyugodtan fel lehetne venni a versenyt, vizuálisan biztos vagyok benne. Igyekszünk, de bocsánat, alapvetően azért nem ez a cél, hiszen... Vizualitásban így van, ez jó, meg ahogy mondtam, nekünk nagyon fontos az, hogy tényleg nem csak Kazincbarcikán, hanem a térségben is jelen vagyunk, és szeretnénk valami szépet, valami jót, valami újat, valami dinamikus, fiatalos dolgot ez megmutatni. Mind én vagyok, és ez mind ti vagytok például.
beszélgessünk kicsit a műsor struktúráról, hiszen ugye az is megújul mindezekkel együtt. Így van, hát ugye a korábban Presszó néven ismert műsorból Color Live lett, ezt az élő feelinget próbálja meg ugye elmagyarázni már a név is a kedves nézőknek. Ez ugye gyakorlatilag az a műsor, ahol ugye most ülünk és vagyunk, ami korábban ugye Presszó volt, és általában ilyen 30, 35 vagy 40 perces adás kerekedett ki belőle, bár korábban azért volt elődje, ami nagyon hosszú volt, mert voltak egy és másfél órás műsorok. Most a Color Live-t az körülbelül egy ilyen 60 perces, jó kis laza, beszélgetős műsorra képzeljük el. Keddenként délelőtt fogjuk adni élőben az adást, de természetesen az ismétléseket délutánonként, este és hétvégén is meg lehet majd tekinteni. A híradóval már most jelentkezünk a héten először, csütörtökön 18 órakor, ez a szokásos időben, illetve a karácsonyi adást említettétek, most még egy picit ilyen tesztelős és megszokós műsorokat igyekszünk azért prezentálni a nézők elé, hiszen nekünk is szoknunk kell a technikát, nektek, mint műsorvezetőknek is ugye be kell még jobban illeszkedni, és még jobban átélni ezt a helyet, ahol vagytok, és átérezni. De jövünk egyébként a Zoom című műsorral is, ugye ez egy riport műsor, december 8-án fogjuk vetíteni, ugye ez egy havonta megjelenő, hát gyakorlatilag 30-40 perces műsor, amiben mindig adott témát járunk körül. Itt is mutatunk majd új arcokat, mert Petruskó Norbi kolléga, ugye ő most csatlakozott a csapathoz, ő fogja készíteni a riport műsorunkat. A helyzetképben ugyanúgy barcikai rendezvényeket fogunk majd megmutatni, ez egy ugye vágatlan verzió, amikor például egy gálaműsort, egy díjátadót teljes egészében megnézhetnek. A kedves nézők is, jövőre tervezünk majd autós műsort, hogyha vállalod, akkor természetesen számítunk rád az autók tekintetében is, meg lesznek még érdekességek, de most első körben a híradó, a Color Live, a karácsonyi műsor és a Zoom az, amivel természetesen első körben foglalkozunk, és nyilván a testületi üléseket is, amint technikailag megoldott, már ugyanúgy élőben fogjuk tudni adni, mint korábban. Oké, hát rengeteget lehetne erről beszélgetni, azt gondolom még, hiszen tervek azok nyilván vannak, megvalósításra várva még, de egyelőre köszönjük szépen, hiszen ahogy te is mondtad, egy órára tervezzük ezt az adásidőt, és azért vannak még vendégeink, de szerintem fogunk még szót ejteni úgyis a stúdióban. És nagyon jó munkát kívánok nektek, érezzétek nagyon jól magatokat. Köszönjük szépen, zenélünk egy kicsit, és jövünk vissza. Mennyi balhé, sose voltunk rá büszkék. Engedem most is, amit érzek, elvigyen. Átélem most is, és a szívemben elhiszem. Az este egy videó diszkóban partner.
ijesztő, megjön a hang, ez rémisztő. Partjuk a zsergentőt, a hajnali arcok eltentő. Túl limitált meg Brooklyn Balls, ha kellett, ha nem virágzott a gaz. DJ Boom meg egy rakat. Zeneként akkor bármit eladhatsz. Tudták, hogy parasztnak már egész más kell. Ordít a világhoz. Hajpa, hajpa. Nagy tapu cipő, hajak. Óriás karika a fülem alatt. Ne legyünk büszkék, de amilyen volt. A 90-es évek, tudod, ilyen volt. Le hangot lelánszolt, te varázsolt. De 2000 minden nem leszámolt. Mindenben más volt. A 90-es években mindenki táncolt. És micsoda tánc volt. Adtuk a szépet. Melír a hajban break, ez volt a lényeg. Még most sem értem. És jött az este. Egy videódiszkóban partnert keresve. Talpig festben adtunk a szépet. Hogy mi történt velünk, azt még most sem értem. Én nem értem, nem értem már. A 90-es évek, hogy nem szégyeljük magunkat. Bizony, habpartikra jártunk, meg rémzene szólt. Mindenkinek valami világítóság volt a kezében. Meg fütyülő a szájából, annyira idegesítő volt. És ráadásul mindenki erős volt, aki megivott egy tonikot egy tisztat. Jaj Istenem, a borsodi fiatalság. De a legszörnyűbb az volt az egészben. Azaz bizony, hogy még jól is éreztük magunkat. Bizony, de mindegy, nem vagy gyerekek. Erről szólt a 90-es évek. Gyerünk még egy szóval. És itt vagyunk, újra folytatjuk némi prózával, ugye a 90-es években minden más volt, hát nem, hogy a 90-es években más volt minden, hanem tulajdonképpen már a múlt héten is más volt minden. Hogyha megint folytatnám tovább ezt a stúdió vagy a tévé történetet, de most ezt egy picit zárójelbe tesszük, és teljesen más dolgokról fogunk beszélni, de mondjuk app sem nagyon volt a 90-es években. És most appról fogunk beszélni, Novák Péterrel, a Barcika Centrum Kft. Ügyvezető igazgatójával, illetve Szitka Péterrel, polgármesterrel, mert hogy indul a Color App. Üdvözlet. Hát valóban így van, hogy egyébként a 90-es években sem volt ez másként. Igazából az önkormányzat és a lakosság közötti, mondjuk úgy, kommunikáció hát teljesen más volt. Akár most már e-maillel, telefonon, faxon korábbi időszakban, de sok volt az a rétegzett, mondjuk úgy, kommunikáció, amivel egyébként mi együtt gondolkoztunk a városlakókkal is. Ugye sok minden változott, viszont az embereknek már most olyan telefonjuk van, amivel fizetnek, mindenféle információt megkapnak, ügyeket intézhetnek, és így jött az ötlet, mondjuk egy évvel, másfél évvel ezelőtt, hogy alapvetően nekünk is kellene egy olyan, mondjuk úgy, alkalmazás, amellyel a önkormányzat és a városlakó közötti együttműködést vagy városüzemeltetést elősegítenénk. Miről gondolkodtunk? Ha mondjuk valaki sétál a főutcán, és valami olyat tapasztal, ami mondjuk akár közbiztonság szempontjából, üzemeltetés szempontjából el van törve pad, el van hajolva, ki van kaparva, valami olyat, ami egyébként nem jó, akkor ezt bepötyögi, lefotózza és elküldi az önkormányzat számára, hogy ezt a feladatot lássa el, nézze meg, hogy egyáltalán rátartozik-e, vagy vegye fel azokkal a kapcsolatot, ami egyébként ezt meg tudja oldani. Ez volt a kiindulási pont, ez volt az alapfeladat, amivel egyébként a kollégákat megbíztuk közösen, hogy ebben gondolkodjunk már, hogy egyáltalán ilyen létezik-e már Magyarországon, és ha van ilyen, akkor ezt hogyan lehetne úgy Color City-re, úgy Kazincbarcikára ráhúzni, amely valóban az itteni millióbe beleilleszthető. És folyamatosan csiszolgattuk, kopogtatták, csinálták, fejlesztették,
amikor eljutottunk gyakorlatilag egy olyan, így van, ahogy ön is említette, apphoz, ma már ugye alkalmazáshoz, amely közérthető formában igazából a város üzemeltetésbe, a város lakókat bevonván egy nagyon kellemes alkalmazás lesz az elkövetkezendő időszakban, ami szerintem jócskán egyszerűsíti majd a különböző ügyforgalmakat a lakosok között és az önkormányzat, a hivatal között, és ami talán a legfontosabb, tehát mondjuk egy folyamatos visszajelzést is kap arra vonatkozólag, amit ő bejelentett, vagy amit ő jelzett. Ez az alapkonstrukció, ebből indultunk ki, és ennek a fejlesztéséhez, ennek a végéhez közeledünk, ami alapján merem remélni, hogy a záros határidőn belül egyébként a nagy közönség is meg fogja ismerni ezt az applikációt. Tehát, hogyha jól értem, akkor az alkalmazások menüpont alatt gyakorlatilag a Color App letölthető lesz minden mobiltelefonra. Milyen jellegű bejelentéseket, illetve hibákat lehet még ezen az applikáción keresztül megküldeni? Illetőleg pontosan ki fogadja ezeket a hiba bejelentéseket majd? Az applikációnak a működésénél előre meghatároztunk több bejelentéstípus lehetőséget, mondjuk parkgondozás, illegális szemetet találtunk valahol, egy csatorna fedlap esetleg sérült. Ezeket előre definiáltuk, bármikor lehet ezeket szabadon bővíteni, vagy csökkenteni, annak függvényében, hogy a felhasználók milyen visszajelzéseket adnak nekünk. Alapvetően rendkívül egyszerű a használata, és hogyha valamiért olyan problémával találkozna egy városlakó, amire mi esetleg nem gondoltunk, akkor egy egyéb menü pont lehetőség választásával ugyanúgy megteheti a bejelentést. UFO észlelés? Bármi, igen, erről talán már nyáron is beszéltünk, még nem került rá sor, de... Lehet, hogy ez jutott róla eszébe, kb. Ezt adja fel a történet. Nyilván az elején lesznek majd vicceskedések, és lesznek olyan trollkodás. Tehát erre lehet számítani, hogy lesz ilyen? Igen, de nyilván a rendszer alapvetően ezeket azért szűri, tehát itt azért azt gondolom, hogy főként arra több, mondjuk úgy több száz város üzemeltető kollégára számítunk a kazincbarcikai lakosai között, aki egyébként nem csak a közérdeklődésére tart számot, hanem egyébként valóban ott, ahol ő él, szeretné azokat a problémákat, amiket ő érez vagy lát, azokat orvosolni. Nem még a közvilágítás, valóban így, ahogy Novák úr mondja, egy fedlap el van csúszva, a járda meg van süllyedve, nagyobb tócsátészlet. Tehát bármi olyan, ami egyébként látván azt, hogy ez a város gondoskodására szorul, azokat gyakorlatilag vagy bepötyögi, vagy lefotózza a probléma megjelölésével, elküldi. És mondom, ami szerintem nekem is, mintha lelkes bejelentő lennék, akkor egy fontos információ lenne az, hogy van visszajelzés. Tehát, hogy ez megérkezett, valóban egyébként a kollégák lecsekolják, visszanézik, hogy igen, ez a probléma valós, ennek megoldására türelmet kér, és a megoldással kapcsolatban is egyébként van egy visszajelzése. Na ez az, ami szerintem egy nagyon fejlett, mondjuk így ilyen modern városüzemeltetés irányába, vagy ilyen okos város irányába tolja el ismételten Barcikát. Vannak ilyen jellegű kezdeményezések már azért az ország különböző helyein, ezeknek a jó gyakorlatait ugye átvettük azért, és a saját szánkíze szerint egyébként a fejlesztők és a kollégák azért csiszolgatják, hogy ez tökéletesen működjön majd. A csiszolgatásra visszatérve, vagy a polírozás tulajdonképpen, a finom hangolásra, amikor beszéltünk erről, akkor is már volt valamiféle kis tesztüzemmód, vagy ilyen lájtosan talán. Ezt gondolom azóta már ezért fejlődött, tehát most már el lehet azt mondani, hogy már teljesen üzembiztos ez a rendszer? Igen, múlt héten zártuk le a tényleges programozási időszakot, már egy nagyon intenzív másfél hónapos tesztelésen vagyunk túl. Még jelenleg is több felhasználótól várunk visszajelzést, de az összes fő alapvető problémát sikerült megoldani. Több mint 100 különböző hibát jeleztek a fejlesztés során a kollégáknak, illetve hát mi magunk is ugye intenzíven használtuk a programot. Androidból egyébként, csak az érdekesség kedvéért, 19 változat készült, Android változatból, iOS-t, Apple-ös készülékekre szent változatból pedig 9. Úgyhogy nagyon intenzív volt az elmúlt időszak. Mennyire lesz egyszerű megtenni egy ilyen bejelentést? Tehát technikailag ez hogy fog kinézni pontosan? Igazából ugye az applikációt letölti az ember, tehát ez ugyanaz, mint a játékot, egy... Inkább a kezelőfelületre gondoljuk. Igen, tehát ezt letölti, megnyitja, és gyakorlatilag az új bejelentés típusú gomb megnyomásával automatikusan azok a kérdéskörök, amikről az imént beszéltünk, azok vagy legördíthetők, vagy bepötyöghetők. Tehát magát a helyszínt ugye automatikusan, mivel egy okostelefonról lévén szó már megadja, GPS rendszeren keresztül, nyilván segíti a kollégáknak a munkát,
munkáját, az, hogyha mondom, fotó is készül a dologhoz, mert azért az egy rögzítése lesz az adott problémának. Vagy okay, bocsánat, csak közben látjuk is a monitoron, hogy ez hogy néz ki. Beírja. Igen? Igen, tehát alapesetben ugye be tudjuk írni, hogy milyen problémával találkoztunk, utána ki tudjuk választani ebből a listából, hogy milyen típusú hibát észleltünk, ahogy jeleztem, egyéb menü is van, tehát nincs korlátozva igazából, hogy milyen hibákat jelenthetünk be. Automatikusan be lehet ugye hívni az aktuális címadatot, ezt követően ugye egy képet lehet készíteni, vagy már a meglévő képeinkből is lehetőségünk van csatolni. Nem csak képet, vagy videót is? Csak képet, videót nem. Képrögzítésére van lehetőség. Ez egy jó ötlet egyébként a későbbi fejlesztési lehetőségre. Hogy videó is lesz? Akár, igen. Bár akár. Akkor megint vicces videók is érkezhetnének, de hát legalább ugye, aki ezzel foglalkozik, jól szórakozik. Hát a volt fontos dolog, nyilván lesz ennek tényleg egy ilyen vicces része, de ami ugye azért folyamatosan fog, én azt gondolom, kikopni, és sokkal inkább el fog tolódni abba az irányba, hogy lesznek olyan aktív felhasználók a városban, akik tényleg járva kelve látnak problémát, akkor azt automatikusan fogják jelezni. Azért számunkra is ez egy nagyon, tehát ez egy villámgyors, mondjuk úgy lakossági reakció lesz bármilyen problémára. Tehát nem kell az, hogy mondjuk a saját kollégáink, vagy mi magunk észleljük ezt a gondot, vagy problémát, vagy károkozást, vagy akármicsodát, hanem maguk, akik ott élnek, azok reflexből fogják ezt tolni, és azonnal fogják jelezni számunkra, hogy itt probléma van, eltört egy tábla, kidőlt ez az amaz, ezeket, és kap visszajelzést, ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy az ő dolgával... A világos szóról jutott eszembe rögtön, hogy mennyire lesz világos a reagálás, tehát hogy mennyi idő telik majd el ahhoz, hogy valaki ezt megkapja, akkor a központban látja, hogy ez a probléma, és már azonnal izzít valakit, aki indul és rendbe rakja? Igen, pontosan, tehát az összes bejelentés a város üzemeltetési osztályra fut be, hiszen maga az osztály koordinálja akár a Barcika Park, mint főközelműködőnek a munkáját, akár a külső vállalkozóknak a munkáját. A bejelentéseknek a megtétel után eleve le kell ellenőrizni, hogy valós a bejelentés, ha ez megtörtént, akkor az illetékesnek kiadják végrehajtásra. Ezeket a munkafázisokat rögzíteni kell a felületen, tehát nyomon követhető lesz nekünk is, hogy milyen szakaszban jár az adott feladat megoldása. A bejelentőnek is nagyon fontos, hogy egy folyamatos visszajelzést kap automatikusan, hogy éppen milyen szakaszban jár ez a bejelentés megoldás. Továbbá lehetőségünk van a bejelentőtől további információt kérni interaktív módon, hogyha esetleg nem volt ideje valamiért részletesen leírni, hogy milyen problémát észlelt. Tehát egy folyamatos visszacsatolási lehetőség van, és ez sokkal-sokkal modernebb és sokkal interaktívabb, mint hogyha egymásnak leveleznénk postai úton. Tehát úgy gondolom, ez egy tényleg egy jelentős előrelépés lehet, és sokkal felhasználóbarátabb. Ez az applikáció várhatóan mikortól letölthető? Tehát, hogyha 2018. januárjától szeretnénk indítani az éles üzemet, ugye most meg a kollégáinknak a belső oktatása zajlik, a tesztelést ugye igazából már lezártuk, most már csak azokat a visszajelzéseket gyűjtjük, amiket majd egy második fejlesztési ütemben szeretnénk megvalósítani. Vannak még egyébként ilyen ötletek a tartsolyban az okosváros még okosabb átételére? Amennyiben egyébként elindul magának az applikációnak az ilyen típusú használata, akkor nyilvánvalóan, ahogy most az előbb egy erre az applikációra vonatkozó fejlesztési ötlet is ugye elhangzott, hogy legyen videó, de azért jóval több mindenre használható a későbbiekben. Tehát adott esetben kulturális programok, adott esetben magának a különböző cégeinknek a különböző feladatellátásai, hol kátyú, hol egyébként program, hol fesztivál, tehát sokrétű olyan információ áll a rendelkezésünkre, amelyek egyébként bizonyos menüpontok lenyitásával alapvetően magának a felhasználónak a tudására lehet hozni, vagy információval lehet gyakorlatilag ellátni. Tehát a jövőbeni elképzelésünk az, hogy magát a városüzemeltetési applikáció ilyen módon elindul, az sikeresen fog működni reményeink szerint, de alapvetően ki tud majd a fejlesztők révén olyan plusz elemekkel majd bővülni, amelyek nyilván egy kicsit azért szeparáltan a magán az applikáción belül is, de további információkat vagy lehetőségeket fog nyújtani a felhasználók számára. Amit nagyon várunk, hogy nyilván a különböző közlési csatornák, amik mondjuk egy önkormányzat, vagy egy hivatal, vagy egy cégei irányában a lakosok részéről van, ami valóban egy közösségi oldal bejegyzéstől kezdve egy telefon, van még fax, tehát vannak még ilyen extrém esetek is, ezeknek a egy csatornásítása folyik, tehát nagy valószínűséggel, hogyha a nagy többsége egyébként az összváros üzemeltetőknek rááll erre az applikációra, akkor számunkra is, mint üzemeltetők számára is azért egy egyszerűbb lehetőséget nyújt, akár visszaigazolás és a folyamatnak a lereagálására,
másodszorban pedig ugye ennek a visszakövetésére és magának a problémának az orvoslására. Ebben bízunk, hogy ez jól fog működni. Bizakodjunk akkor ebben így közösen. Köszönjük szépen, sok sikert, és akkor jövőre ezek szerint új apra híradunk majd itt. Köszönjük. Picit szerintem zenélünk, de aztán visszajövünk. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I know we'll be alright this time.
zenei bejátszásunk is karácsonyi hangulatot idézett, és hát bármilyen hihetetlen, mindjárt itt a karácsony, ugye már egy hónap sincs karácsonyig, és az advent is elkezdődik, ugye advent most vasárnap, és a Color Advent az idei évben is kezdetét veszi nem sokára. Köszöntöm a stúdióban Móricz Zsófiát és Heidrich Zsoltot, a Barci Kárt Kft. Művelődés szervezőit. Sziasztok! Köszöntöm mi is mindenkit! No, hát a Kazinczi Kár most már minden színes, a nevében is, akár angolul is, ugye Color Advent. A Color Adventet, vagy akár csak az Adventet itt Barci Kárt, azért sokan ismerik, szeretik, hiszen rengeteg a program mindig. Nyilván ez most is így lesz. Így van, december 1-ével elkezdődnek az adventi programok. 1-én egy ünnepi asztali díszítő foglalkozást szerveztünk felnőttek részére, amelyről azt kell tudni, hogy sajnos már a jelentkezési határidő lejárt, november 27-ig lehetett jelentkezni, de lesz egy másik kézműves foglalkozás is felnőttek részére. Arra még december 14-ig van mód jelentkezni. Ez milyen foglalkozás lesz? Ünnepi asztali díszeket fognak készíteni, ugye, adventi koszorúra. Akkor ez ugyanez, csak még egyszer megismétlik. Hát, hogy hasonló. Nem, hanem ami december 1-én lesz az felnőtteknek, az felnőtteknek szervezik a Gyermekek Háza Kézműves Ház kollégák, a másik két foglalkozás pedig kimondottan gyermekeknek lesz. Viszont ez nagyon népszerű, hogyha már tulajdonképpen betelt, akkor ezek szerint arról volt szó, hogy a jelentkezési határidő lejárt, ez minden és akkor a jelentkezési határidő előtt be szokott állni. Ott mire lehet számítani, aki volt, az nyilván tudja már, de azért említsük meg pár dolgot, mivel lehet ott találkozni. Mire gondolsz konkrétan? Hát, hogy mit fognak készíteni, miket csinálnak majd, milyen anyagokból? Ugye a felnőttek adventi koszorút, illetve a második hétvégén pedig mézes kalács díszítő foglalkozás lesz, a gyerekeknek lesz Mikulás váró adventi játszóház, illetve két adventi játszóház lesz, aminek részvételi díja is lesz, egy jelképes összeg 400 forint. Idén is lesz Mikulás kocogás is, ugye ez tavaly is volt, idén is lesz, december 2-án. Mi a részvételnek a feltétele? Így van, ahogy tavaly évben is, egy Mikulás csomag leadásával lehet jelentkezni a kocogásra. A táv 2,9 km, úgyhogy ez nem egy verseny, hanem tényleg egy olyan személy is jelentkezhet, aki inkább csak jótékony célból szeretne kocogni, le tudja futni ezt a távot. A csomagokat pedig a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ a rászoruló családok részére fogja eljuttatni. Uh-huh. És az időpontról beszéltünk, igaz, hogy ez délelőtt 10 órakor lesz december 2-án. Aha, úgy kérdezted, milyen feltétel annak, hogy valakinek Mikulásnak kell lenni, gondolom. Ettől el lehet tekinteni. Nem kell Mikulásnak lenni, de a korábbi évek hagyományait folytatva azt nyugodtan merem mondani, hogy mindenki Mikulás sapkába fog érkezni, mert ugye nincs kikötés, egyelőre csak azt kérjük, hogy aki jelentkezik és szeretné ezt a távot lefutni, egy Mikulás csomaggal vegyen részt ezen a futáson, viszont mindenki Mikulás sapkába jelent meg, legalábbis a tavalyi évről tudok nyilatkozni, meg a tavaly előttiről, ezt tapasztaltuk. Úgyhogy biztatunk mindenkit, hogy aki eddig részt vett, az most is jöjjön, és aki eddig Mikulás sapkával jött, ne hagyja otthon, bátran hozza magával, és rakja a fejére. De azért azt is mondjuk el, hogy valaki félreértse, hogy nem csak Mikulás sapkában. Így van, nem csak Mikulás sapkában, bármilyen más, tehát várunk, tehát kortól, nemtől függetlenül. Bárki jöhet és bárki részt vehet. Nehéz lehet egyébként évről évre kitalálni újdonságokat, hiszen ugye aki szervezéssel, programszervezéssel foglalkozik, tulajdonképpen évközben rengeteg a program itt Kazincbarcikánnak pláne, hogy lehet-e még egyáltalán valami újat kitalálni? Vagy érdemes marad inkább a bevált dolgoknál? Idén lesz egyébként új dolog. Elsőjén nyílik egy kiállítás a Mezei Művész Kávézóban. A Kazincbarcikai összevont óvodák, óvodapedagógusai és óvodásainak az alkotásaiból. Itt arra kell gondolni, hogy Mézes Kalácsból a Color City-nek a nevezetességeit fogják elkészíteni, illetve karácsonyi mézes kalácsok is lesznek. Ez a kiállítás január 5-ig lesz megtekinthető a kávézóban. Valami jó kis adventi rekordkísérlet? Hát az idén sajnos nem. Várjuk a 2018-as Korol Fesztivált, ott biztos, hogy megint elő fogunk rukkolni valami hasonlóval. Most jelen pillanatban advent időszakban a rekordkísérlet nem tudom, hogy újdonság. December 7-én nyílik a Meze István Művészeti Központban az Eszenciák kiállítás, a kollégák, a Gyermekek Háza Kézműves kollégákkal közösen szervezzük. A Kazincbarcikai és a környék művészei
kötődnek a művészetekhez, az ő alkotásaiból, műtárgyaiból lesz majd ott egy kiállítás, ami január 5-éig lesz megtekinthető, és szintén ezen a napon, január 7-én a kiállítást követően 18 órától a Meze István Művészeti Központ nagy termében a 5 órai a gitárzenekar fog egy bő egy órás koncertet adni. Várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni. Hogyha már a koncertekről volt szó, idén még milyen egyéb zenei események lesznek, milyen koncertek? December 10-ét emelném ki elsősorban, ez a Color Adventi programunk. Tavaly a Meze István Művészeti Központnak az udvarán volt, most visszavittük a korábbi hagyományos helyszínre, a főtérre, mint ahogy tavaly évben nem készítettünk városi adventi koszorút, de azt éreztük, azt tapasztaltuk, azt hallottuk, hogy ez hiányzott a városlakóknak, illetve az embereknek, úgyhogy ez az adventi koszorú az idén megint elhelyezésre kerül Kazincbarcikán a főtéren, és az első adventi gyertyát most a hétvégén, december 3-án fogjuk meggyújtani, 17:30-kor előtte lesz egy mozifilmvetítés a Egressy Béni Művelődési Központ színház termében, és a mozivetítést követően 17:30-kor polgármester úr a civil szervezeteket kérte meg, hogy jöjjenek el és együtt közösen gyújtsák meg az első adventi gyertyát. És a következő, amit mondtam, ugye december 10-én szintén a főtéren lesz a Color Advent. Két fellépőről tudok beszámolni, 5 órakor kezdődik, és Veres Mónika Anika lesz az első sztár fellépőnk. Ő egy ilyen 35-40 perces fél playback műsorral fogja majd szórakoztatni a közönséget, és azt követően 6 óra előtt egy pár perccel szeretnénk majd meggyújtani a második adventi gyertyát ezen az adventi koszorún, és a gyertyagyújtást követően pedig Csipa és a Kis Amerika 90 perces élő koncertje várja a rendezvényre kilátogatókat. Uh-huh. Te Csipa Huligensz énekes, egy picit oda teszed akkor magát. Így van. No, milyen érdeklődéssel szokott futni különben ez az adventi rendezvény sorozat? Tehát sokan vannak rajta azért általában, gondolom, tehát szeretik. Így van, főleg ugye ingyenes programjaink vannak. Idén is megrendezésre kerül a Városi Mikulás ünnepség, ezt feltétlenül el szeretném mondani, hogy idén beltéren várja a Mezei István Művészeti Központba a Mikulás a gyermekeket, de emellett lesz Mikulás vonatozás is, már december 5-én és 6-án is. Idén városi kört megy a kis vonat, de lesz meglepetés is, amit Zsolti bővebben kívánt. Igen, a délutáni köröket gyakorlatilag itt Kazincbarcikán egy kis meglepetés programmal egészítettük ki. Az új kazinci program szigeten meg fog állni egy 15-20 percre ez a Mikulás vonat, tehát azok a csoportok fognak tudni majd ezen részt venni, akik a 4 órás, 5 órás, 6 órás és a 7 órásra jelentkeztek be, és ott a Flash Tánc Stúdiós Ben Zoltán egy ilyen különleges táncórával fog nekik majd kedveskedni, meg lesz egy ilyen meglepetés is. Kicsit félreérthető a plakát, tehát akik felülnek ebben az időpontban, vagy ezekben az időpontokban erre a vonatra, ők nem fognak táncolni, tehát nekik nem kell majd részt venni a táncórán, ők csak egy meglepetés rendezvényt fognak látni, amit a Benzol és a csapata fog nekik bemutatni. Az igazi meglepetés, hogyha be kell nekik így állni. Van, csak ugye az idő, igen, de az idő az kevés, tehát 20 perc mindenre nem elég, de bízunk benne, hogy így is örülni fognak, és így is tetszeni fog nekik ez is, meg egyéb meglepetéssel is készülünk. Ugye volt már szó kézműves foglalkozásokról, koncertekről is, kiállításokról is, színház is lesz természetesen idén. Felnőttek részére is lesz színház, illetve a gyermekek részére. December 16-án a Lepkegyűjtő produkció fogja elhozni a dolgok, amikért érdemes élni előadását. Ez egy egyszereplős előadás, Pokornilia játsza, de emellett be fogja vonni a közönséget, szóval ez egy interaktív előadás, kicsit olyan lesz, mint a Beugró című műsor, amiből ismerjük is ugye a színésznő. Jár, persze. December 17-én pedig a Noár Színház hozza el az Aladdin című mesejátékát. Ez a mesejáték az 1001 éjszaka meséi alapján készült, került megrendezésre. Jegyeket már most is lehet venni 1500 forintért. Tavaly is volt itt a társulat, és akkor nagyon nagy érdeklődés fogadta őket. Azt szeretném elmondani róla, hogy idén sokkal nagyobb díszlettel fognak érkezni, sokkal látványosabb lesz,
úgyhogy megéri uh-huh. ezt a műsort is megnézni. Na hát sok minden, akkor idén is, tehát készültetek bőven minden. Van-e még valami nagyon fontos dolog, amit nem mondtunk el, pedig kellene? Talán még az újévi koncertről nem beszéltünk. Az egy fontos dolog? Így van. Az idén olyan szempontból változott, hogy beépítettük a bérletes évadunkba, így kétszer kerül megrendezésre, január 12-én és 13-án 19 órától. A Melódia Kamara Zenekar lesz az esnek a főszereplője, emellett pedig sztárvendég lesz Oswald Marika, operett énekes és színésznő. Na hát akkor kétszer is lehet úgy érezni. Itt a helyünk nekünk is. Köszönjük szépen a programokat, és azt, hogy ilyen sok mindennel készültetek, és hát lassan eljött az idő szerintem, hogy elbúcsúzzunk ettől a stúdiótól, pedig ülnék én még itt szívesen, mert tényleg kényelmes a szék. Tehát nagyon az előző stúdióhoz képest itt valami parádés, ahogy itt ülünk. Köszönjük Önöknek is a figyelmet, és ne feledjék, hogy jövő kedden reggel 10 órakor ismételten várjuk Önöket, most már ez minden héten így lesz, és 17 óra 30-tól pedig megismételjük ezt a műsort, amennyiben valaki lemaradt volna róla, hétvégén pedig szintén láthatják a műsorainkat. További szép napot kívánunk munkatársaink nevében, viszontlátásra! Köszönjük szépen, viszontlátásra! Nézzenek minket sokat! Reggel, csífa reggel, az a pajkos, friss levegővel, és borostyán indák borzolják föl. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet ma még belőlem, kertész leszek, fát nevelek, vagy vadakat terelő juhász leszek. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet még, itt van az egész nap előttem, még bárki, bárki lehetek még, a házi, locsolós néni, szeretgeti a virágokat, más meg szívja a napsugarat, a kávé illata hömpölyög a műzlis tányér. A kanállal ütközött, fordul az ár, piacra megy a fonott kosár. Benn a fejemben meg egy új dal születik már. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet ma még belőlem. Kertész leszek, rügyet hajtok, holnaptán virágot hozok. Itt van az egész nap előttem, bármi lehet még. Itt van az egész nap előttem, még bárki, bárki lehetek még. Back in